A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan kolléganőm Martina a Glóriusz konyhájából jelentkezik egy különleges fogással. Köszöntöm a nézőket, ismételten innen a Glóriusz Hotelnek a konyhájából. Az előzőekben már elkészítettünk egy nagyon ízletes, békönbe göngyölt pulykamerroládot, amihez készítettünk mártást is, köretet is. Most pedig egy igazi karácsonyi ételt fogunk készíteni hallal. Román Zoltán, séf úr már itt is van mellettem. Mit fogsz nekünk most készíteni? Ha már karácsony, akkor hal, és a hal akkor ne csak a ponty legyen, vagy a harcsa, akkor legyen egy fogas. Ütünk fel tojást hozzá. Hát egy egyszerű panírt fogunk akkor készíteni. Így van, egy liszt tojás zsemlemorzsás panírban kipanírozzuk a halunkat. A halat megsózzuk. A hús felét sózzuk meg. A bőr nélküli részét sózzuk, ahogy látom. Én ezt előre már felszeleteltem. És már ugye ez is darabok. Könnyedén beszerezhető ez a hal a nagyáruházakban, vagy már akár a piacon is meg nagyon lehet venni. De akár fagyasztottan is meg lehet kapni, ugyanolyan jó. Hagyni kell, hogy kiolvadjon, egy picit hagyni kell állni, felitatni róla a nedvességet, és nagyon jól használható. És akkor ezt most csak kipanírozok. Nyugodtan. Ez a kis pepecselő rész, amit azért nem mindenki szeret, de ez is a konyha része. Belejárulja, így van. Mennyi hal szeletre van szükség? Hát ez mindenki ízlésének és étvágyának megfelelő mennyiség kell. Ezt az ételt el lehet készíteni egy cserépedénybe besütve a sütőben, vagy én egy gyűrű formában fogom elkészíteni, úgy látványosabb, de akár egy tepsiben is elkészíthető, fel lehet szeletelni, és utána igazából a köretet is tartalmazza az ételünk. A húst bepaníroztuk, mi a következő lépés? A következő lépés, csinálunk egy tojásos burgonya vépet, ami azt jelenti, hogy egy burgonya pürét fogunk készíteni tojással, elkeverve, illetve elkészítünk egy bechamel mártást hozzá még. A burgonyákat felrakjuk főni. Sóval. Egy kis só, vagy ízletes legyen azért, a tudja, az jó sok sót vesz föl. Bechamel mártáshoz használunk a vajat. Igen, mi kell a bechamel mártáshoz? Vaj? Vaj, liszt, és tejet forralunk hozzá fel. Olvasztott a vajban elkeverjük a lisztet, és a felforralt tejjel csomómentesre keverjük. Forralunk a tejet is. Közben az alapját is elkészítjük a halunknak, ami hagymát pirítunk, vörös hagymát apróra, finomra vágott vörös hagymát pirítunk, amiben az egyszerűen a boltban fogyasztottan megvásárolható spenótlevelet, spenótlevéllel összepirítjuk. Egyszerre készül. Még hogy ízletesebb legyen, még egy kis fenót. Igen, ezt is só. Jó, itt a vajas már elkezdett. Az nagyon jó. Picit lentem veszik a forrást. Kicseréljük. Ugye itt a vaj az már teljesen felolvadt, már egy igen, kicsit elkezdett forni. Szórjuk a lisztünket. Kicsit mentem veszünk.
figyeljünk, hogy ne legyen csomómentes, az nagyon fontos. Először elkeverjük, így van, nem kell vele sem. 10 darabok az ételek, mert... Közben a tejünk is felfordt. Picit összetérítjük, leterítjük a lisztet. Jó, hát itt már elég gyors folyamatok vannak. És felüntjük a tejjel. És ugye folyamatos kevergetés mellett hagyjuk, hogy össze sűrűsödjön. És kapunk egy nagyon szép mártást. Picit hagyjuk, hogy kiforralja magát, hogy besűrűsödjön. Hát ez is egy nagyon jó kis krémes, tényleg egy jó besamel mártás. Közben leszűrtük a burgonyát, ezt visszatörjük. Előtte már elkészült a besamel mártás és a hagyma is, és a spenót is. Pedig egy egyszerű tört krumplit készítünk. Egyelőre igen, van. Viszont gyártottunk bele, vagy ütünk bele egy kis tojást. Egész tojást. Miért kell bele a tojás? A tojás ettől fog megkötni, ettől fog megsülni a tojásunk. És ezzel kikeverjük. Ez kerül a az ételünk tetejére. Igazából ő lesz maga a kölet a tétel tetején. Tehát akkor ez egy egyszer elkészíthető étel. Időt spórolunk vele, nem kell ott állni a konyhában annyit. Jó, a besamel mártásunkban még annyi, hogy ütünk bele abba is, de csak tojás sárgáját. Ettől még krémesebb lesz, hogy ad neki igen, egy kis szint. Igen, ő is jobban megsül, nem lesz olyan, nem fog az ételünk közé folyni olyan mértékben. Két dolgunk van már csak, megsütni a halunkat és összeállítani az ételünket. Első lépés, megtegyük a spenótokat. Én egy gyűrűt használok, de otthon cserépedénybe, tepsibe, bármiben meg el lehet készíteni. A legaljára lerakjuk a spenótot, elterítjük. A hagymás spenótot. Hagymás spenótot, így van. Ráhelyezzük az imént megsütött halunkat. Rákanalazunk egy kis zebor, ez már egy morni mártás. Eloszlatjuk rajta.
Jó pesség is adott a kis mártásunk. Mennyire kell a krumplinak lágynak lennie, hogy ilyen habzsákkal ki tudjuk tölteni? Nem szabad túl lágynak lennie, mert akkor csak kifolyik rajta, és az ételünkön nem is áll meg. Nem tudjuk szépen kiformázni. Ezt most a hal tetejére. Egyszerű kis habakat formálunk belőle. Próbáljuk egy picit megemelni, hát ha a kamera föl tudja menni, hogy milyen szép kis virágformák lettek a krumpliból. És ezt behelyezzük a sütőbe. Igazából az összes hozzávaló már elkészült, fogyasztható. Csak annyi a lényeg, hogy összesüljön, megsüljön a burgonya is, és kész is vagyunk vele. Hogy egy kis pirulást adjunk neki. Hány fokos a sütő? 180-190 fokon. Ha van rajta grill fokozat, akkor a grill fokozattal meg lehet nagyon szépen pirítani a tetejét neki. 180 fokon egy 5-10 perc alatt elkészültünk. Mert a sütőben. Jó étvágyat kívánok!